Következő műsorunk megtekintése 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Jelentkeztem a Társulat című műsorban. Magyarország legnézettebb show műsorát látják. Jó szórakozást kívánunk! És most az RTL Klubon Budapestről Eskisóder Fábri Sándorral, Jurandával, Kuszbert Péterrel és a Showderbenddel. Ma este a Showder 10 esztendejének legveszélyesebb talán a nagy ugrás Fábri Sándorral, a tolvajok királynője, az ország leghírhettebb bűnözője egyenesen a börtönből, a 81 éves repülős Gizi. A Showder zenei színpadán a Magna Cum Laude és a várva várt összecsapás. Andy Vajna kontra Fábri Sándor. Hölgyeim és uraim, a stúdióban immár 9. esztendeje, pontosan 183. alkalommal még mindig az ország első számú showmestere, Fábri Sándor. Nagyon kedvesek, megkezdjük a ma esti zavarkeltést. Székelyek vacsoráznak. Azt mondja a kisebbik fiú, édesanyám, ez a káposzta nem eléggé savanyú. Nem-e? Hát ez azért van, édes fiam, mert ez mákos tészta. Ja? Hát annak kicsit savanyú. Hát kérem szépen, vannak időnként szép reggeleink. Amikor Kertész Imre Nobel-díjat kapott, akkor úgy jó volt kézbe venni a lapokat. Amikor Koplárovics Béla, a magyar futballgéniusz, a 89. percben letépte Bekemék arcát, boldogok voltunk egy kicsit. Hát most nekem 20-án, szeptember 20-án volt egy hasonlatos élményem. Cúslág János őrizet. Hát kérem szépen, az az érzésem, hogy ahogy Tocsik Márta is fogalommá vált, ugye volt a tocsikolás, tocsikulunk, csak hát nehogy Cúslágból az MSZP O.J. Simpsonja legyen, ugye, mert Tocsik Mártát pillanatilag felmentették. Hát azért gondoljuk meg, 60 millió az a mai világban nem egy akkora összeg. Hát Kulcsán Attiláról nem is hallunk. Princ Gábor zeneszóval vonult el 150 milliárdon induló, majd 40 körül megálló összegekkel, és most itt 20 évről beszélnek. Hát Gyurcsánynak 4 évet adtunk, ha Cúslág lábban lesz, abból még 12 is. Mesélik, és csak ilyen könyvekben olvasom, hogy a drogfutárok időnként egy-egy kis halat bebuktatnak, hogy a vámosok nyugodtak legyenek, és utána átmegy a kamion a cuccal. Albán úrnál, vagy Bolgár úrnál valaki betelefonál, azt mondja, hát mire végre a kormány népszerűsége egy kicsit nő, ez a gonosz, álságos Fidesz mindig előszed valami ügyet. De érdekes, azért azóta Lendvai Ildi nem jár a napkeltébe. Lehet, hogy most az egész MSZP-t megfiatalítják, mindenki b***ot kap. Nem? Tehát lesz egy ilyen tisztulás. Na mindegy. Cúslág egy 27 éves fegyőrrel lakik egy parkettás kétágyas szobában. Állítólag ez egy szabaduló cella. Ez a fegyőr 15 készúrással megölte a szerelmét. Aki egy nő volt, ugye? Mert Dörfliger Dodi barátom mondta Cúslágról, ha nincs aranyere, arany élete lesz. Nagyon el tudom képzelni, hogy megy tovább a börtönbiznisz, ugye?
Itt lehetne csak egy igazi árnyékkormányt csinálni. Nem a szószoros értelmében árnyékkormány, a legjobb szakértőkkel, sétaközben, zuhanyozóban mindent meg lehet beszélni, nem kell költeni drága biztonsági szolgálatra, mert ez adott, nem kell Audikkal rohangálni, mindenki szépen együtt van, nem? Kormányülés a csillagban. Ha, de szépen hangzik! Jaj! Én nem zárnám ki, hogy azért vannak csak ketten a cellában, mert Szúslák papíron már további 23 tagtársat bejelentett abba a cellába. Állítólag a börtönőröktől megkísérelte visszaigényelni a kulcsok 20%-át. A heti egy udvari sétára megpróbált benzinpénzt igényelni. Bejelentette, hogy megalakítja a fiatalkori baloldali elkövetők helyi alapszervezetét, külsősök belépésére is számítanak. Ugye hát egy kicsit olyan ez a tisztulási csomag, ugye, amit Ferenc testvér elővezetett, mint az esemény utáni tabletta. Néha bejön, néha nem, de hát az esemény, ugye mi már megvagyunk. Ezt nagyjából mondhatjuk. Utána azt mondta az MSZP etikai bizottsága, nem szó szerinti idézet, tartalmában próbálom közvetíteni, hogy nagyon reméljük, hogy a párt keretei között ez a fiatalember majd megtalálja azokat az eszközöket és azt a munkát, amellyel felettetni tudja mindazt, amit elkövetett. Hát ez sikerült! Hát ez sikerült! Na most, meghallgatták Pinokiót is. Maradjunk ennél, nem? Nem akarom sokszor a nevét számra venni. Ő éjszaka ment kihallgatásra, dzsippel. Egy pici kis részlet Fletó kedvenc dala következik. Éjjel érkezem, száraz kéget adja, de a testem gyönyörű fáradt. Csak hát a dalban egy csaj van, meg itt meg mi, hát ennyi az apró differencia, de felhívnám a figyelmet mikrofilológiailag, ugye ő azt mondta, hogy hazudtunk reggel, éjjel meg este. Ugye semmi okot nem látunk, hogy ezt a kedves szokásokat mondjuk sutba dobták volna. Tehát éjszaka nem szabad őt kihallgatásra hívni, tessék délben. Úgyhogy nekem ne is hozzák nyilvánosságra, engem nem érdekel, mert én majd egy déli kihallgatást szeretnék meghallgatni. Én csodálom, hogy Balaton Öszöd nevét nem változtatják meg, mondjuk Olasz Liszkára, vagy Pornó Apátira, vagy Biatorbágyra, vagy Orgoványra, vagy Vaterló, Muhi, Mohács. Azt ismerik, ugye, már elmeséltem, de nagyon illik ide. Az 50-es években Rákosi Mátyás idejében egy pofa bemegy a névváltoztató hivatalba, és azt mondja, hogy szeretné a nevét megváltoztatni. Hát ez nagyon nehéz, ez csak nagyon nyomósokból, hogy hívják? Szar Mátyás. Hát ezt megértjük, ez biztos, hogy rettenetes megzatúrának van kitéve mikro és makro környezetében, és mire szeretné megváltoztatni? Szar János. De a baj nem jár egyedül, mert közben leesett a mikroporton. Hozzád bújok, hát beteszem a far zsebembe. Megduksz? Meg. Ez jó volt egyébként, mert a Szeteinek volt coming out, a Szúslágnál coming in. Én sajnálom komolyan, de jó szakember. És egy piti összeg. Köszi. Öszödön mondták egyébként, azt mondja, mióta nem volt ez a Gyurcsányi, már szúnyog sincsen. Ez csak így a nép hangja. Na nem baj, van három vízágyú. Német alapon, de Izraelből, tehát. Komplex, ócsó, helyett igen drága. Dodi szerint beöntést is ad, annyira komplex. Szeressük a vízágyókat, nekünk vásárolták a mi pénzünkből, ezért úgy gondoltam, hogy el lehetne őket nevezni. Legyen neve a gyereknek, nem? Fletó mobil. Gergényi élményfürdő. Esetleg Gergényi spá. De nem ezért mondom el az egészet. Szúslag. Itt van aztán ez a két évvel ezelőtt készült Weissenberger videó.
Azt mondták, az nem úgy van, ő csak felvágott. Nem párizsi, hanem hogy nagyokat mondott. Tehát ő csak nagyokat mondott, meg színezett, meg minden. Na mi segítünk, hogy kell kimagyarázni a Weissenberger videót. Oktató filmet készítettünk a korrupció ellenes harchoz. Kész átverés show volt, csak Balázs elfelejtett begyűnni egy üveg pesgőbe. Ez egy meleg pornó dialógus bevezetője. A tökös tőkések 5. Találj be halason címmel. Van néhány fotodokumentációnk, ezeken gyorsan átszaladunk. Ugye bizonyára tudják, hogy mi egy ilyen mezei kombinót vásároltunk, amelyben idén 65 fokot mértek. Na most kirejtették, hogy ez mégsem jó, ugye legyen bele légkondi, és most raknak bele utólag. Nem? Korrekt? Korrekt. Korrekt. Nem mint hogyha az épületekre ne így tennénk föl. Menjünk tovább. Ennek az a címe, hogy üdvözlet Romániából, és a Gyulai vár látható rajta. De erre mondta nagyanyám, hogy Sztalin odaígérte nekik. Ugye tehát van történelmi háttere. No, dúl a politikai korrektség. Az iskolában az írás és olvasással komoly bajok vannak. Ugye tehát ez nem megy. Írás, de van internet kapcsolat. A cigányoknak is elébb lesz, mint klozett, nem? Majd szarnak kábelen. Nem? Kábel, nem? Az, suli, nem? Azt mondta az ombudsmanó, hallotta valaki? Hogy az iskolában nem kell a torna sor, mert ez a gyerekeket diszkriminálja. Hogy a alacsony gyerek szomorkodik, a magas gyerek meg szégyenkezik, azt nem lehet mindenki átlagos. Amerikában betiltották a fogócskát, nem én kiáltok, a föld dübörött, tehát én már nem is kell kitalálni, olyan hülye a világ, hogy már csak söprögetek. Söprögetek, azt elhozom maguknak, mert nincs idejük a médiát követni. Mert meg kell valósítani a konvergencia programot. Na, betiltották a fogócskát, mert több gyerek szólt a szüleinek, hogy akarata ellenére üldözték. Na most ugye, hát ez azért is, ugye most akkor itt mit lehet csinálni, hogy aki alacsonyabb, annak legyen hosszabb a tornagatyája, vagy hogy kompenzáljuk? Valaki fölvetette, hogy legyen lejtős tornaterem. Nem? És akkor mindenki zsinórral meg lehet húzni, nem? Hát volt például egy Jimmy nevű haverom, állati jóképű srác volt, csak alacsony. Ezért csináltatott magának ilyen barát szandált. Halálra cikiztük érte, és ő úgy csajozott, hogy a jégbüfénél fölállt a lépcsőre. És marha szép gyerek volt, és jó dumája volt, úgyhogy már akkor bűvölte a csajt, ugye? Akkor tehát lelépett, akkor a csaj már nem vette észre, hogy Jimmy csak a melléig ér, ugye? Akkor már mentek előre. De nem lehet tornasort, ez a gyereket diszkriminál, ez tényleg ez a gyereknek, ez rettenetes. Én már azt csodálom, hogy miért nem választhat a gyerek? Hát miért minden gyereknek ugyanaz a B betű? Beszűkíti ez az agyát neki. Nem, hát ödönke a B-t használja a B-nek, a Lajoska meg az L-et. Nem, hát virágozzék minden virág, nem? A tanár csak kérhet, illetve javasolhat, de nem parancsolhat. Akinek van kedve, futhat egy kicsit, ha lehet, cigaretta nélkül. Az ellenőrzőre már nem kell írni, hogy láttam, írhatod azt is, nem láttam. Alternatív. Minden padon lesz vészjelző. Egy óra addig tart, amíg az első gyerek el nem fárad. Tény! És kiszavazza a tanárt. Egyre csökken a követelmény. Aki a ballagáson nem téved el, az már mehet középiskolába. Hát amit látható, iskolába járni se könnyű, de bölcsödébe se. Sajnos Ödönke játszásból nem felelt meg, Fika Galacsi gyúrásból és sírásból nagyon jók lettek a pontjai, de a fogocskánál sokat nyomott alatban, hogy még nem tud járni. A konkurens csatornán látható egy vetélkedő, okosabb be ön, mint egy ötödikes. Hát most arra nem térek ki, hogy ennek a címnek a leírása rettenetes központozási és interpunkciós vitákat generált. Ötödik S, trallala, trallala. Úgy gondoltuk, hogy lehetne hasonló műsorokat csinálni. Vagy olyan hülye, mint egy ötödikes. Anyád se volt kitűnő. Hányadikos egy ötödikes?
Okosabb-e önmagánál? Okosabb-e, mint Győzike? Gyorsabb-e egy ötödikes, mint a négyes metró? Hülyébe, mint Kiszel Tünde? Okosabb-e Donatella, mint Kiszel Tünde? Hát, hölgyeim és uraim, különböző extrém sport élményeim csokrát sikerült gazdagítanom, amennyiben végrehajtottam tandemben egy ejtőernyős ugrást. Nem. Hát egy hétig magammal setegeződtem. Fölvittek 3000 méterre egy ilyen 30-40 év közötti szovjet helikopterrel. Ennek a helikopternek a hátsó része nyitva van. És ezek így odamentek, és így hopp, és így eltűntek. Az nekik nem olyan szörnyű látvány, mint nekem bentről. Az a teljes idegbaj. Na mondtam, elmegy mindenki, és játszon avval, amivel egyidős. Én soha innen kiugrani nem fogok. Lehetetlen, lehetetlenség. Na, hát kérem szépen, de az én producerem kiugrott. És mondom, hát ez a tápos belvárosi gyerek kiugrik. Hát mondom, hát akkor olyan ideges lettem, ha ő nem ugrik ki, akkor én biztos, hogy nem ugrik, biztos, hogy nem ugrik. De mondom, ez tényleg, ez, hát komolyan, mint a Robébi, még föl van neki ragadva a szájparlása, mint ez kiugrik, hát komolyan, tényleg, hát mondom, akkor lementem, bekoncentráltam. Nagyon szerették volna a srácok, ugye? Látom, hogy szomorúak. Tehát ugye az egész kirándulásban volt egy ilyen coitus interruptus. Ha még mond önöknek valamit ez a kifejezés. Hát mondom, akkor jó van. Fölöltöm a cuccot. Ebben a drága emberrel össze vagyunk kötve itt, meg itt, meg itt. Tehát én tulajdonképpen így. Benne ülök. Benne ülök. Megmutatta szárazon a koreográfiát, felmentünk 3000-re, és úgy már tulajdonképpen úgy el is gyengültem, mint. Szóval úgy kezdtem részletértékeket felfedezni ebbe az együttlétbe, és úgy el is aludtam úgy egy cseppet, egyszer csak kezd így nyomakodni. Azt mondja, hát akkor elértük a 3000-et. És akkor együtt úgy oda kell settenkedni. Van valami bejátszásunk? Majd a műsor végén lesz egy hosszabb. 1000 méter, aha. Hopp, na ez a szörnyű, kész. Megy a mindenki. Ezt nem lehet földolgozni, ez elég, elég, szörnyű, kész. Oda nézz. Júj, ez a majdnem 80 éves úr, aki most itten lazán kiment. Egyébként az egyik elmesélte, hogy egyszer majdnem kilendült, csak nem volt rajta az ejtőernyőben már. Nem viccelek, hát ezek már ilyen túl a 2000. ugráson, így beállt a lezserség. Tehát minden rajta volt, és mondták neki, te ejtőernyő. Hú, a kurva. Hoppáré. Megtörtént, majd el fogják mesélni. A 3000-ből 2000-et zuhantunk. Kérdezte, hogy hány szaltót akarok. Mondom, a produttóre mennyit csinált? Azt mondta, 6-ot, amikor mondom, én 8-at. Na, megperdültem. Közben jöttek emberek, majd remélem látjuk a bejátszásba, kettőnek volt a fején kamera. Úgyhogy ott közben beszélgettünk, meg nyomták ezeket a szaltókat. Na most az az érdekes, hogy semmilyen térélmény, csodálatos élmény egyébként. Szóval tényleg, nem mondom, hogy a p***nál csodálatosabb, de majdnem. Szóval tényleg ezt kell, hogy mondjam. Szóval sok van mi csodálatos, ugye, de az embernél nincs csodálatosabb. És akkor ez a drága ember, akivel így már egészen összemelegettünk volna, ha nem lett volna 0 fok, de volt rajtam sár sapka, ugye apuka, kimentek a kertbe cseresznyét szedni, de kicsi a zuhog a hó, tudom, sár sapka. Na, úgyhogy ezért én sár sapkát és szemüveget pökötöttem, ez nagyon jó volt. És 1000 méternél kinyitotta az ernyőt. És azt hittem, hogy most milyen nyekkedés lesz, de hát ez egy paplan ernyő. Tehát ez úgy nyílt ki, mintha angyali hurik játszottak volna a vérvörös körmökkel a
hát ilyen, ha! Na utána már akkor arcom volt a levegőben, mondom, menjünk még oda, arrébb, irányítson meg, mert már nem bírtam magammal, mint az ingyen jegyes. Na elég az hozzá. És ezek olyan csodálatosan tesznek le, hogy nemhogy görgés nincs, ugye, hanem én úgy landoltam az ő ölébe. És mondtam neki, hogy eddig 6 férfivel voltam együtt, te vagy az első nem urológus. Az Elton John profilt váltott különben, most 2 kis csajjal fotózták le. Tehát ennyi idő után azért ez nagy váltás. Annyira benne vagyunk ebbe a coming out-ba. Pár napja hallgatom a rádiót, azt mondja, a távfűtőművek. Még 4 óra is már melegek a radiátorok. Jaj, mondom, ők is! Most lesz melegházasság. Az lesz melegházasság. És ők is ugyanúgy gyereket örökbe fogadhatnak, mint a nem gyermekes kisfiúk és kislányok. Következő lépés, hogy lehetne örökbe fogadni meleg gyereket? Nem? De tulajdonképpen lehetne azt, hogy házasodhassék egyszerre több ember, nem? 2 férfi és 1 nő? Vagy 3 férfi? Lajos, akarod-e az itt jelenlévő Máriát és Bélát házastársadni? Vagy a válóper, ugye, hogy a Lajostól elválok, de a Bélától nem? Azért egy kis apróság, ugye, talán önök is nézik most már a különböző labor csatornákon, van egy kiváló egykori Monty Pythonos színész, Michael Palin, ugye, aki csinálja ezeket az úti filmeket, 80 nap alatt a föld körül, meg erre, arra, amarra. Michael Palin. Tavaly forgatott Magyarországról is, ez most indul a BBC-n, meg lehet nézni. Volt neki egy nagyon szép bőraktatáskája, ezzel többször körbejárta a földet. Hol tűnt el? Uraim, igazán különleges este a mai, ha nem is külön kiadás, hiszen végre ellátogat a stúdióba az a világhírű sztár producer, akit pontosan 5 esztendeje próbálunk becserkészni. Ha minden igaz, ma összejön a találka, és itt, ebben a fotalban, Budapestről élőben, csak önöknek, egyenesen, Hollywoodból, Andy Vajna. Jön egy 81 esztendős, tüneményes hölgy, aki gyakorlatilag amióta az eszét tudja, a besurranó tolvajlás nemes hobbiának hódol, egyenesen a legutóbbi mélykúti beutaló helyről érkezett ide hozzánk, a tolvajok 81 esztendős királynője, Repülős Gizi! Zenei színpadunkon hallhatják az utóbbi idők legjobb filmslágerét, egy igazi különlegességet élőben a Vidéki Sanzon és a Magna Cum Laude! És végül valami olyat láthatnak ma este, amit eleddig soha, a Magyar Honvédség egy katonai helikopteren mintegy 3000 méter magasra vitt engem, amint erre az imintiekben utaltam, azzal a szándékkal, hogy onnan egész egyszerűen magukkal ráncsanak a tátongó mélységben, egy tandemes ejtőernyős ugrás keretében, hogy mi történt életem egyik leghajberesztőbb napján nem sokára meglátják, hiszen jön a nagy ugrás! Most Kuzbert Péter üzi Luandát és a Schroeder Bandet, mi pedig azonnal jövünk a Design Centerrel. Schroeder stúdióba, és vegyen részt a show felvételén. Jegyek kaphatók a Ticket Express jegyirodákban. Keressük az ország legszebb férfi lábát. Ha ön vagy közeli ismerőse nem mindennapi futóművel rendelkezik, és gyönyörű idomait szívesen bemutatná az esti Schroederben, várjuk jelentkezését az alábbi címeken. Én ezt nem is tudom, milyen állat. Ez egy bárányka? Ez egy kutya? Ez egy Oscar? Balázs Pali múltkor megnyert egy Oscar szépségversenyt. Nem az én poénom, a Bagina Csájék poénja, de nagyon tetszett.
Úgyhogy innen üdvözöljük a kedves kollégákat. Ezt a producerem azt mondja, hogy a Design Centerbe vette, de szerintem magának. I'd like to thank the girl. Jó, hogyha ilyet lehet kapni. Van aztán, ugye a múltkor enciklopédikusan foglalkoztunk különböző klozeti témákkal, és kaptunk egy ilyen Pinokkiósat. Én nem mertem használni. Itt az eredeti véglátja. Ebből egy lap nem sok, annyi nem hiányzik. Hát áttekerni meg nem volt gusztusom. Kérdezte az úr, hogy mi van a másik végével. Hát az áttekerésre meg nem vitt rá a lélek, de a taxis a Manté már 2 hónapja mondja, hogy erre ő aspirál. No, hát Kornél odakölcsémtől kaptam ezt a kis ébresztő órát. Nyomja el. Na, ez az. Megtaláltad? Az anyád iskoláját. Hát szóval azért csak erről van szó. És ez nagyon jó, pláne most, hogy már lent van Ildikó, nincs a napkeltébe, mert amíg volt, addig meghallgattad ezt az üvegmetsző hangját, és attól már harci állapotba indítottad a reggelt. Na, megmutatom. Van benne egy marha kicsi pöcök, és ide be kell nyúlni. Tehát amire ezt megtalálod, te garantáltan fölébred el. Hogy tudnánk ide vetni egy kis fényt ide a jobb sarkába? Próbál, már egyszer sikerült. Hol? Én a p***ával vagyok így. Aha! Na, ehom van-e? Várjál, mutató pálcával demonstráljuk. Na, az a pici. Hol vagyok? Az. Ott. Na. Bödöcs Tibor barátom jobb híján Pakisztánban járt. Na, kérem. Szépen ébreszt minket. Hát mondjuk a Lendva Ildikónál nagyságrendekkel jobb. Ugye abban bízhatunk, kedves barátaim, hogy nem a világ egyik legnagyobb kultúráját nevetjük, ugye bárki, hanem ezt a tárgyat. Na most! Van benne nappali és éjjeli ima, vagy esti ima, már az éjjelt hagyjuk, ezt ma már kiveséztük. De jó Isten, új szemüvegem van, nem érdekes. Menjek reggelire? De csak ha, igen? Ez nyugodtabb, tényleg. Nem? Tehát úgy figyelembe veszi még a szunnyadást. Hát örülök, hogy tetszett. Tessék parancsolni. Ha már így a vallásoknál tartunk, tudom, hogy mutattunk be már hasonlót, de azért mindig olyan szépeket lehet látni ebben a műfajban. Most nem akarom azt mondani, mint a papúnak öcsém, hogy a főnök a Dizsiben, de ő mondhatja, de én már biztos kapok leveleket a klérustól ezért, jaj! Na! De van a gyerekeknek, mert most már nem lagzi van, már szalonnasütés sincsen. Á, fondue party. Az van már. Nincs flekkersütés, barbecue party. Hol volt barbecue party, voltam, te óriási voltam. Mi volt, berúgtunk. Barbecue party volt. Meg van
wedding party. Wedding party, és ezzel már a kisgyerek is hozzászokott ehhez a szörnyű élményhez. Itt egy wedding torta van neki műanyagból. Van kis tányér. Kis pohár. Kis villa. És ilyenkor már ilyen ölés közeli állapotban vagy gyakorlatilag, tehát az édesség már elviselhetetlen. Ha így kapkodsz, nem tudom lekövetni. Kis villa. Kis kés. Te Gabi, és egy jégkorong meccsen mi lenne? Te vagy a kapus bár. Kis villa. Kis kés. Kis tányér. Kis tányér. Kis pohár! Kis torta! Mi a nyakból? Előre van szeletelve, hogy a gyereknek azért ne legyen nagyon próbára téve a kreativitása. Tehát egy ilyen szeletet így előre ki lehet venni. Így! Tehát te ilyen tenszia volt, ahogy a pizsában ne tettünk volna a tesszük rá, tesszük! Torta, tetiap, kis tányér, kis villa, kis pohár. Sült Antal feltaláló barátunk több alkalommal szerepelt már műsorunkban. Az ő egyik nevezetes találmánya a gomnyomásra magát automatikusan meghosszabbító teniszütő egy óriási problémát old ő meg, amennyiben mind többen kényszerülünk az utcán dohányozni, miután a munkahelyeken nem lehet, ugye? Egy barátom most volt Írországban, ott nagyon szörnyű a helyzet, mert gyakorlatilag egyszerre szivarozni és sörözni nem tudsz. Mert sörözni kint nem lehet, szivarozni bent nem lehet, úgyhogy ő ráállt a küszöbre, kifelé szippantott egyet, és itta hozzá a sörét. Természetesen felvágni is lehet vele, ugye ez a szuper-szuper XXXXXXXXXL-es hosszúságú cigaretta, amelyhez egy hamutartó csatlakozik. Tehát ide bepöttyinted a csikket, ráhúzod, zsebre teszed, és finoman kigyulladsz egy ilyen füst csíkot húzva magad után, de van elöltöltős változat is. Ez így néz ki. Ugye tetszik? Ugye? Hát köszönjük! Ennyi volt már a Design Center Show Devonolók száma szokásokhoz híven a képernyő alján látható. Hölgyeim és uraim, már csak perceket kell várniuk, és megláthatják, mennyire természetes a mosolyom 3000 méter magasan egy katonai helikopter nyitott platóján kiugrásra várva, hiszen jön a nagy ugrás! Nem sokára bemutatjuk önöknek azt a már-már kultikus bűn elkövetőt, aki valójában egy 81 esztendős törékeny idős hölgy, aki hajdanában végig csórikálta fél Európát. Ma itt lesz ebben a stúdióban egyenesen a Fogházból a Tolvajok királynője, Repülős Gizi! És most kezdünk a híres hírhet sztárproducerrel, aki 5 év egyeztetés után ma este végre ellátogat a stúdióba, egyenesen Hollywoodból, csak önöknek, Andy Vajna! Maradjanak velünk, reklám után folytatjuk! Pillanatokon belül.
A várva várt összecsapás. Egyenesen Hollywoodból. A sztárproducer és a showmester csatája. Fábri kontra Vajna. Most az RTL Klubon. Vegyen részt a show felvételén, és nézze meg Fábrit sztárvendégeivel élőben vágatlanul. Jegyek kaphatók a Ticket Express jegyirodákban. Ha fejedbe vetted, hogy egy őrült Guinness rekordot állítasz fel, írd meg, és mi segítünk a megvalósításban. Esti Sóder, az őrült Guinness rekord. Hamarosan itt az RTL Klubon. A Sóder nagy sörnyitó versenyének győztese, Lampert Máté. Tetted a kulisszák mögött, ugye miközben az ejtőernyőzésről is szó esett, hogy neked is volna ebben kapcsolatos élményed. Hát igen, ezt meglepetésnek szerettem volna neked egy kicsit hozni, hogy én egy ilyen base jumping dolgot csináltam, ami a beszarásnak a legmagasabb foka. Aha. Szerintem körülbelül olyan, mint a tiéd. Igen. Csak én nem tandembe ugrottam, hanem én elég hülye voltam ahhoz, hogy saját magam próbáltam ki. Ott 5 perc tanítás után felvitt 3 fiatal srác a hegy tetejére, ilyen kb. 800 ezer méter. Leugrottam, és egyszerűen nem lefelé mentem, hanem fölfelé. Próbálok jobbra menni, még fölfelé, balra, felfelé. Semmit. Egyszer csak valahogy kijöttem ebből a dologból, és szépen lassan lementem. A kerék kellős közepébe belementem, kicsit kificamodott a bokám, mert nekem... De milyen kerékre kell itt gondolni? Hát egy kör? Cél, igen. Egy kör, igen, igen, igen. Na most a srác odajött hozzám, hogy állati szerencséd van. Mondom, miért? Mert ez egy termál, amiben belekerültél. Igen, termiknek mondják igen, magyarul. Termiknek, igen, termiknek, és amikor a tetejére érsz, akkor így becsapja alád az ejtőernyőt, és ezt nem lehet kinyitni. Ó. Oh. És ez nagyon izgalmas volt, mondom, jó lett volna, hogy ezt 10 perccel előbb mondja meg, mert akkor lehet, hogy nem ugrottam volna. Hát igen, ilyen volt az hát ember. Hát azt tudod ugye, hogy hát ezért nem szabad repülőn vinni narancsot, azt tudod ugye, mert igen, ha lezuhan, szétgurul. Hát ez lesz. De lehet, hogy szép nyomod. Nyilván, hogy van a producer, ugye, hogy az ember a producert elképzeli, amiből neked sok külsődleges elem meg is van, ugye, hogy szivarozol, hogy csodálatos nők, a csodálatos nők oldalán jelensz meg, hol dobókatáin, hol nem dobókatáin, de hát ez munkakörüleg, ugye, ahogy a kémelhárításban mondják, hol vannak az operatív munka határai, hiszen neked tulajdonképpen a gyönyörű színésznők bizonyos értelemben munkaeszközeid, ugye, mint másnak a csákány és a lapát. No, nem akarom túldimenzionálni a dolgot, hanem azért egy picit, tehát nem ebből állt, ugye, te mi ezt látjuk. Hogyha azt mondjuk, hogy a film az bizonyos értelemben egy ilyen összművészeti dolog, akkor talán nem baj, ha az ember több mindenhez ért. Ez nagyon érdekes, ugye, mert mi a filmszakmával majdnem egy évvel előre dolgozunk, a divatba, a zenébe, a trendekbe, a stílusokba, tehát mi nekünk előre kell kitalálni a jövőt. És ezt valahogy értékesíteni akkor, amikor a film kijön a piacra, mint hogy a Rambónak ugye ez a fejpántja, ez egy nagy divat lett. Tehát ezek, vagy a Sharon Stone-nak a Basic, az elemi ösztönből nagyon sok... A bugyi nélküliség. Na, erről gondoltam, hogy Sharon Stone nagyon sokáig azt mondta, hogy ez egy olyan dolog volt, hogy erről a jelenetről ő nem tudott, és valahogy észre se vette, hogy a kamera nem felvette. Nem, hát nem gondolom, úgy tűnt, hogyha látod ezeket. Tehát ezt azért sem mint nőkedvelők, sem mint filmesek, ezt a történetet nem szopjuk be. De rendező kitalált egy nappal ezelőtt, megbeszélték kompletten Sharon Stone-nal, ugye, hogy ez hogy fog működni. Másnap, mikor Sharon Stone lejött a szetre, akkor így forgatta a bugyját, és ugye a rendező arcába dobta. Leült szépen, és kezdődött a forgatás, tehát, de évekig ő ezt tanúskodta, és azt mondta minden magazinnak, hogy ő erről nem tudott, gőze sem volt, semmi, de hát érdekes módon hát beleegyezett, és ez egy, ettől lett valamilyen formában, ettől a filmről lett híres. Partikra járni és részt venni ebben az úgynevezett csillogó hollywoodi életben, ahogy a cselédlány cukros ételekről álmodik, ugye, ahogy ezt minden látjuk, ez neked nyilván munkahelyi kötelesség. Ezek a barátságok, ezek felületesek.
tulajdonképpen a legtöbb. A legtöbb, ugye? Ugye nekem sikerült két emberrel kialakítani egy olyan kapcsolatot, hogy igen, hogyha felhívom éjjel, és arra van, és szükségem van rá, akkor ott van 10 percen belül, ez az Arnold Schwarzenegger és az Antonio Banderas. Mesélj a Schwarzeneggerről, akit hát mi hajlamosak vagyunk egy ilyen félnótás izompacsirtának tekinteni, hogy mondjuk így óvatosan fogalmazzak. Most, mint a Kaliforniának a governorja, ugye nagyon érdekes dolgokat ér el. Ő a filmszakmát ott hagyta? Ott hagyta, lehet, hogy a következő Terminátorban még lesz egy kis szerepe, de... Terminátor 42 nyugdíjas változatában. Igen, egy tolószékben. Ami már egy öreg otthonban játszódik, igen. Egy tolószékben fogjuk betolni, és ott változik. De azt mondod, hogy neki van politikai érzéke, politikai tehetsége? Az egészségügyi programot teljesen átszervezte, és egy nagyon érdekes, jó program jött előtt, amit mindenki megszavazott. Te a Horváth Ágnessel nem tudnád összehozni? Én sokat investálnék abba, hogy ez a rendezvú létrejöjjön. Síelni járunk együtt, ami nagyon érdekes, mert én tanítottam az elején síelni. Tudod, mindent erőből próbál csinálni, mert olyan hatalmas ereje van, mint a divaj. Tehát nagyon nyomta ezeket a kanyarokat, és egyenesen bele egy bokorba fejjel, úgyhogy a sílécénél kellett kihúzni őt, és akkor mondtak, ezt hagyjuk abba, mert ezt a biztosító nem nagyon fedezi. Ti egymásnál is vendégeskedtek, tehát nem csak harmadik nálam. Helyen találkoztok. Hát én sokat főzök neki. Azt akarom mondani, de miket főzöl neki? Hogy zajlanak ezek? Bécsi szeletet. Bécsi szeletet főzöl neki. Nagy fantázia. Jó, értem. De ez a kedvenc ételes. Igen, hát, és tulajdonképpen... Mert azért Kaliforniában egy jó bécsi szeletet kapni nem is olyan egyszerű. Hát Kaliforniában nem, de nálam lehet, nálam ez működik, no. Ez a jó bécsi szeletet. Mesélj még egy kicsit Banderasról. Vagy én vagyok majdnem a keresztapja az egyik gyerekének, aki itt sikerült elkezdeni Magyarországon valahogy. Egy kicsit jobban igyekszel, még az apja is lehettél volna. Hát az, Melanie-ben azt nem biztos. Ugye azt ismered, de van két Evita gyerekünk, ugye Madonnának is itt kezdődött a másállapotossággal. És a Melanie Griffithnek is itt Magyarországon, tehát nagyon... Hát kérlek szépen, ez ránk férne, mert a népszaporulat dolgában ugye nem állunk a legjobban, úgyhogy jó volna, ha pozitív példát mutatnának. Ugye annak idején a céheknél kellett csinálni egy vizsgamunkát, ugye egy csizmát, vagy igen. Egy szívet, ha mézes kalácsos voltál. Mi volt a te vizsgamunkád? Mi volt a te hollywoodi belépőd? Hát az első film, amit csináltam, az egy borzasztó kínai kung fu film volt, amit Hongkongba gyártottunk, de nagyon érdekes módra, $80,000 került ez a film akkor, és azt Hongkongba visszakerestük, és aztán egyszerre csak Amerikából felkerestek, hogy ezt a filmet meg akarják venni. Ezek tiszta hülyék, mit csinálnak ezzel a filmet? És szinte megrémültél. És megrémültem, mert a zenét loptuk innen, a hangokat onnan, tehát az egész ilyen úgy össze volt csapva, tehát ezt ki kellett tisztítani, és az MGM Studio jött és megvette a filmet, és végén $14 millió keresett ez a film, ami az a 60-as években egy elég jelentékes pénz volt. Hát ebből tanultam a filmszakmát. Hogyan igyekeztél öregbíteni hírnevünket Hollywoodban? És egyáltalában fontos ez neked? Mert az 56-os film kapcsán egyértelműen az volt az érzésem, hogy azért ez nem mellékes. Magyarországon igen, volt szerencsém idehozni az Arnoldot, Eddie Murphy-t, Bruce Willis-t, Antonio Banderas-t és sok más színészt is, akivel itt próbáltam a magyar filmszakmát valamilyen formába támogatni, fejleszteni, mert szerintem valahogy itt a vérünkben van ez a filmszakma, csak egy kicsit alvadt ez a vér, és ezt próbáljuk valahogy felélénkíteni. A Szabadságszerelem tulajdonképpen nekem a legnehezebb filmem volt az életemben, mivel hogy érzelmileg nagyon kötöttem hozzá, és nagyon fontos volt, hogy a magyar fiatalságnak érzelmileg be tudja mutatni, hogy a forradalom milyen hatásra volt az emberekre. De 56-ban mentél el. Igen, 12. Akkor te voltál 12. Azért egy 12 éves az egy kisgyerek. Hát, téged hogy engedtek el a szüleid? Hát talán ez a legérdekesebb döntés az én életemben, és a szüleim döntése, és ezért nagyon tisztelem őket, hogy ez a szülőktől egy olyan önzetlen döntés volt, hogy az egyetlen gyereküket elengedik a nagyvilágba, hogy próbálja meg a szerencséjét,
mert itthon úgy érezték, hogy nem lesz olyan jövő, mint ami kint. Egyáltalában a szüleid mit megpakoltak neked? Egy hátizsákat kolbásszal, egy kis Napóleon arany bevartak a nadrágodba, vagy hát szóval azért ez? Hát, körülbelül adtak egy pár ezer forintot, a hátizsákomban volt egy kis kenyér és kolbász, és lementünk a szomszédokkal együtt a déli vasúthoz, és volt egy címem, mert a nagynéném Los Angelesbe él, tehát ezt a címet felírták egy kis angol-magyar szótárban, mert angol nem tudtam, amit összeragasztott a papám, hogyha véletlenül megtalálnak, nehogy lássák a címet. Mai napig nem tudtam szétszedni, tehát még ott van a kandalomon ez a pici szótár, mint egy emlékmű. Amiben be volt kódolva a nagynéni címe, akit végül is akkor hogy találtál meg? Akit végül is a Vörös Kereszten keresztül találtam meg. Ez azért különleges, tehát ezért elég sok emigráns történetet ismerek, de hogy ilyen fiatalon egy 12 éves gyerek egyedül, hát több mindent csináltál, voltál fotós, aztán Hongkongból parókát importáltál, gyártottam. Vagy gyártottál, importáltál, szállítottál. Magyarországon van filmforgalmazó céged. Most a legújabb kihívásom, ugye ez a divatház. De várj egy percet, mert ne gondold, hogy te vezeted ezt a dolgot. Nem, itt jó, nekem is valami befolyásom van. Igen. Tehát egy kis meglepetést hoztam neked. Jó. Ami talán érdekes lesz a számodra, ez a divatházzal kapcsolatos. Tehát gondoltam, hogy meglepünk egy pár dologgal, hát akkor hozzuk be az elsőt. Oh. Jézus már, mit kell tennem? Kedvi csokkolat! Hozz nekem egy ilyen fekete inget! Igen. Jól néz ki. Menjünk tovább az utolsó. Tegyem ezt föl. Mögöttem. Hát így be kell érned az ingyennek a Jackie-vel. Jó, és még egy sálat is kapok. Igen. Nagyon szépen köszönöm. Legyen nekem is valami bónusz track. Hát akkor így néz ki egy elegáns hollywoodi jampi. Köszönjük szépen, azonnal folytatjuk a nagy ugrással. Jöjjön el a Sóder stúdióba, és élvezze a poénokat az első sorokból. Jegyek kaphatók a Ticket Express jegyirodákban. Jön a Sóder nagy hasonmás versenye. Ha ön vagy közeli ismerőse Kiszel Tünde, Csonka András, Anikó, Zambó Jimmy, Jennifer Lopez hasonmása, és szeretne szerepelni az Esti Sóderben, várjuk fényképes jelentkezését. Esti Sóder hasonmás verseny. 1052 Budapest, Váci utca 15, vagy e-mailen hasonmás@tvnet.hu. A nagy hasonmás verseny az Esti Sóderben, hamarosan az RTL Klubon. Hölgyeim és uraim, pillanatokon belül láthatják azokat a vérfagyasztó perceket, amelyeket 3000 méter magasan egy helikopter nyitott platóján éltem át, pillanatokkal életem első ejtőernyős ugrása előtt. Előbb azonban fogadják szeretettel a szolnoki különleges műveleti zászló és helikopterbázis, ez már majdnem olyan, mint hogy Csizmadia és Kégáz, tehát a különleges műveleti zászló és helikopterbázis állományának oszlopos tagjait, a kétszeres világbajnoki ezüstérmes magyar ejtőernyős célbaugró csapatot, Bászki Tamás főhadnagyot, Asztalos István és Varga Tamás zászlós. Isten haza, szervusztok, szevasztok. Még semmi nem történt, de már izad a tenyere, ami soha nem szokott velem előfordulni. Ti tudjátok, hogy mihez kezdünk itt. Különböző eszközök vannak a színpadon. Itt van ez a kis... Ha! Szerkezet. A Pisti fölvette a célugró ruhánkat. Jó, kidobja az alakot. Úgy gondoltuk, hogy hozunk neked is egy ilyen ruhát. Hány ugrásotok van? Én 8300 ugrást hajtottam idáig végre. Épp most tudtuk meg, hogy a szlovének dupla annyit ugranak, mint mi évente, tehát ők biztos, hogy 10 000 fölött vannak. De van is már náluk euró. Hát ez képtelenség, hogy én ezt fel... Hát ez ki találta ki, hogy én ezt fölvegyem ezt a dolgot? Hát az anya csáját. Erről nem tudom becsukni, ez így lesz.
ezt így lesz, jó? Melyiktek volt az, aki ejtő elvidékül akart kiugrani? Nem, nem volt ilyen, nem volt ilyen. Hogy úgy kellett szólni a csávónak, hogy hello, kis csomag. Nem, ruha nélkül már igen, de ejtő nélkül még ja, az hogy volt? És a ruha nélkül azt én nem értettem pontosan, hogy, hogy olyan meleg volt, de hát akkor fönt azért hideg van. Úgy történt, kigondoltuk, hogy kellene egyet ruha nélkül ugrani, akkor kicsit szellősebb lesz, majd kipróbáljuk. Hát 200 kilométernél fazon tép a szél, nem? Egyszer magasságmérő volt. De akkor itt a hevedereknél hova teszitek az acsit? Az nem veszélyes? Igen. Természetesen vittünk fényképezőgépet is, hogy megörökítsük ezt a nemes pillanatot. Hát, ugye, miért úgy, nem láttátok mondtad, még egymást a zuhanyozóba, szóval ezért föl kellett menni? Szóval ezt nem is értem. Még nem láttuk a zuhanyzóba, és nem? Ez így izgalmasabbnak tűnt. Hát természetesen, ugye, ahogy te is említetted, hideg volt. Közben, mert nem bírok előre hajolni. Mindenki nyújtó gyakorlatokat végzett, ha érted, mire gondolok, hogy azért egy kicsit fickósabban nézzen ki a fényképen. Nem a fádliát nyújtotta, ha érted, hogy mire gondolok. Tehát mi, recskáztatok a levegőben? Nem. Vagy mi? De most komolyan. Tehát dörzsölgette a két tenyerét egymáshoz, hogy ne legyen olyan hideg. De közte volt a kis októberi? Hát azt a fantáziádra bízom, igen. Hát nézd nekem, ez irányú fantáziám nem olyan nagy, tudod? Tehát közötte volt. Úgyhogy. Most ugrás után elmentünk, bevittük egy gyors előhívást. És megdörzsíztétek a brét, hogy impozánsabb legyen? Természetesen, de na, hogy kell sajnos ez nem sikerült tökéletesen. Menni közbe. Miért nem? Mert amikor sikerültek a, fényképeket előhivatni, mentem ez vissza a fotókért. Ez ad egy olyan intellektuális megjelenést az arcomnak. Szóval na és mi lett a fotókkal? Mentem vissza a fényképekért, és a két fotóasszisztens már az ajtóban mosolygott vadul. Nem is kellett, nők? Két fiatal lány volt természetesen, nem is kellett kérnem a fényképeket, már rögtön csúsztak. De mi mosolygott a szolid méreten, amit elő sikerült kurkászni? Rögtön nekiálltam én is kibontogatni a fényképeket, így ránéztem az első közben, az első kérdést már föl is tették, hogy nagyon hideg volt odafönt. És én persze kapásból rá akartam vágni, hogy nem, de akkor előhúztam az első fényképet, és hát nagy meggyőződésem. És nem mondtad el neki, hogy ez normál üzem állapotban is ekkora. Igen. Megmutassam. Nem akartál csalódást okozni, ugye? Igen. Na most mit csinálja? De közd, nem bírod összekötni, hát ez kizárt. Oroszlánszerű melkasomon szétpattan. Erre majd emlékezz. Jézusom. Jó. Igen. Üljél a földre. Ki fogok esni? Hát nem vagyok bekötve eleve. Jó lesz. Jaj, de nagyon vág lent. Jó, most állja fel. Magamtól? Igen, csak úgy állja fel. De miért? Jó. És akkor rugozzál és próbáljál a sarkaddal eltalálni ezt a kis kétszentis kört. Hát úgy eltalálom. A sárga kört? Igen, a sárgát. Van, sarokkal vagy spiccel? Ugor és a múltkor, amilyen cipőtök az volt, az, hogy jaj, de jó! Azaz, bravo, két centi. Hopp. De a múltkori volt tüske. Azon is van, a tiéden is van, ott a lábadon. Hol? Hát ki van hegyezve. Nézd meg a sarkát. Aha. Hopp. Nulla, bravo. Bravo, ez igen. Szerintem pont alkalmas ez a szituáció arra, hogy a nyitást is elgyakoroljuk. Ha most leengednek téged. De nem kiszúrni velem. Nem. Leengednek. Mert azért ez baleset veszélyes. Most mit csináljak? Hát leengednek. Jó, nem lehet. Jó. Jó, így is jó lesz. Mindegy, ha most már felhúztuk, így is jó. Oké. Okay. Nekem ez nagyon jó. Ez, amit már csinál, ez már stílusugrás. Zenére. Ez dobja meg oldalra? Igen, az nyitja ki az elnyit. Ez a kis fehér? Igen, a levegőbe. Hát ez úgy néz ki, mint egy szuszpenzor. És ebből ilyen nagy lesz? És már ki is nyílt az elnyit. Ja, ott hátul. Igen. Azért én azt mondom, hogy azért ez repülőgépből érdekesebb. Tehát itt szobában se rossz, de... Hát olyan, mint egy felfújható nő, vagy mint az alkoholmentes sör. Na, lábhelyezés, koncentrálj lábhelyezésre. Jaj, koncentrálj. Tényleg. És mindegy, hogy melyikkel? Mindegy. Jó, köszönjük szépen. Nézzük meg ezt a másikat. Már egy kínzópadot is próbáljuk ki. Ne csak oha, ez van mi gyakorló? Hivatalosan abban a piros ruhába kellene. Szó se lehet. Gyakorlatilag Auskes Lassen néha fertévé jönnek ilyen ruhába, csak ki van vágva a seggükön.
Ez nem az a ruha, ez nincs bőrpróbál. De ott is vannak érdekes stílusugrások. Na, akkor igen? Először megkérnélek, hogy bújtass bele a két kezedet hasonlóan. Két kezemet, nagyon jó. Hajolj előre egy kicsit. Na-na. Egy kicsit lazítunk a hevederzeten, hogy ezt a brutális combot átérje. Rámegyünk babtikra kicsit. De ha mozgatod, akkor... Ami nem helyes. Igen! Az csak jobb. De akkor lejön itt! Hát értsed meg, hogy... Az nem baj! Meg hát nem férek bele! Ez nagyon érdekes! Így a... Ezt a comb... De így a... Így a... Ezt a gyakorlatot nem tudjuk megcsinálni. Hát sajnos ezt kell, hogy mondjam. Ebbe... Megmutatom én, jó? Jaj, de jó! Hú, ez az eddigi legjobb ötleted. Előnyösebb, hogyha nem túl súlyos az ember. Most mit csinálsz? Most azt mutatja be, hogy mit kellett volna neked csinálni. Tehát ez a stílusugrás lényeg, ami na igen, és de az előbb most ez mi volt? Ez volt a gondolkodó? Rodd el a levegőbe. Így van. Most ezt a pozíciót én gyakran csinálom, 90 fokkal elforgatva. És a 80-szor 120-asba. Két kezével kormányozza magát, az elfordulását tengelykörül. A kezével? Így van, a két kezével. Na de akkor csak... valami madzag van, nem? Vagy csak az a kormányzás, amit ő a levegőbe, tehát mint hogy a... Ez zuhanás közben történik, tehát 250 km gyakorlatilag a sebességgel. Aha, hát akkor úszol a levegőbe, a szószoros értelmébe. Így van, és te és a Barnabaci néha nem figyel be? Balra elfordítja a kezét, akkor balra fordul. Ha jobbra elfordítja a kezét, akkor jobbra fordul. Aha, stílusra. Hát nagyon szépen köszönjük, gratulálunk. Itt mondta itt a Barna Macit. Igen. El tudod képzelni, hogy jártunk Kínába. Igen. És mint a mostani olimpikonok, amik elmentek edzeni. Igen. És ott járt, úgy gondoltam, hogy többet életemben kínai étteremben nem megyek be. Miért? Hát mert nem bírtam megenni semmit, ami ott létezik. Igen. Meg hát semmi nem használt a belsőmnek. Egyszer hazajöttünk, több évig nem jártam Kínaiba, elmentünk Nyíregyházára. Reggel elmaradt az ugrás, mondtuk, átmentünk a piacra, kinyitották a kínai sor, egész kifőzdébe, egész sor van, friss illat megcsapta az orromat, mondom, eskü ide, eskü oda, én ezt megkóstolom. Úgy is tettem, közben idő kiavult, mentünk a gépbe, és gépbeszállásnál, egy ilyen mozdulatnál éreztem, hogy át is ment a kínai kaja. Tehát... Ha Bonc Géza volnék, akkor elmesélném, milyen az, amikor a csávó körhintán beszart, de nem érdekes. A búcsúba! Hölgyeim és uraim! Akkor most következzék ez a kis bejátszás, ami kisugrás volt az emberiségnek, de nagy nekem, hogy Neil Armstrongot fejéről a talpára állítsam. Tessék parancsolni, mit megnézzük! Kiugrás az innen fog történni. Innen fogják elhagyni a helikoptert. És én kapok még egy plusz kötelet. Igen, plusz egy kötelet, ami ki lesz szépen biztosítva. Hogy el ne mászkáljon. Pontosan. De ezt csak ilyen hülye gyerekeknek adnak. Hát tehát a Fábri esetleg megmondom. Normálisnak, de csak ilyen fegyelmezetleneknek van, igen. Hogy ne csángázzanak. A combomon meg kell lazítani, mert egyrészt hihetetlenül férfias futballista combokkal rendelkezel. Közép-Kelet-Európa legattraktívabb férfi felső combja. Plusz a mikroport. Férfiak térdelek előttem így brém magasságba. Annak van egy diszkrét bája. Na most én miért nem ülhetek egészen oda, hogy lássam az erbe bajt? Hát kiköttök meg, hát csak most ide figyelj, hát egytörnyősé akartok engem faragni. Hát akkor nem ülhetek a küszöbre? Hát akkor... Küszöbre nem. Jó, egyel beljebb, jó.
érkezem, utána két hétig nem is tegeződök senkihez. Meg se lehet érinteni. Jaj, egy cseppet. Feszül. Hú, de gyönyörű. Oda néz. Nézd be, mert a szerszámot... Be van iktatva. Hát ez a kevés. Ez a kevés, ez kisjel is elfér. Ezek nem fognak beakadni valahova? Azt majd el. Berakod? Nem a gatyámba. Következő lesz a balhé. Itt két ponton lesz a hozzám csatolva. Igen. És itt ez megnyugtató. Ez megnyugtató. Négy ponton fogunk. Igen. Csatlakozni. Kiugráskor. Igen. Következő lesz a feladatot. Füvelykor időt bedugod a hevet alá. Ide? Igen, vagy egy kicsit följebb. Az is nagyon jó, tökéletes. Én nekem itt esik jól, mert igen? Ez már nekem nagyon fönt van. Most csak az egyik lábodal, majd fönt mind a két lábodal. Alá lábocsítok. Nem. Homorítani kell. És mit a segben ugrálod? Igen, itt hátul. Azaz. Jó. Nem előre dőlni. Álljál, úgy. Így? Ez az. Igen, és hogy ugrunk el? Állat föl. Így oldalt. Oldalt fogunk kiugrani? Igen. Jó. Hány szaltó legyen? Egy. Ne! Nincs szaltó. Ne, csak az állat, csak úgy csináljuk, az államat benevágjam a gépben. Nem lesz ilyen. A kedves közösségünk egy 10 éves, nagyon sikeres műsor végére teszünk most pontot. Így ebben a formában nem irigylem önöket, mert minden második héten a csütörtök estéig üresek lesznek és magányosak. És ez sok-sok évig fog tartani. Mehetünk. Gabikám! Gabi! Most vágjuk el! Igen, és akkor egy picit beszélgetünk, és a közönség megőrül, hogy fog Sanyi kiugrani. Hó! No! Világbajnoki ezüstérmesek vagytok, ugyebár, amit nyilván szeretnétek aranyra cserélni, milyen versenyterveitek vannak még? Két napja érkeztünk haza egy 6 versenyből álló világkupa sorozatról, ahol a csapatunk összeértékelésben az összetett második helyezést szerezte meg. Ebben benne van mind a három fajta dolog. Vagy ez csak cél? Ez csak célbaugrás. Ez csak célugrás. Van, illetve az egyéni összetettben Bánszki Tamás második helyezett lett, én pedig első helyezett lettem. És ilyenkor ez az első és második helyez mind múlik 5 milliméteren? Gyakorlatilag centiken. Hát hajrá, és öregbítsétek! Öregbítsétek hirdevünket Indiába, én személy szerint nagyon köszönöm nektek ezt az élményt, amihez juttattatok. Utólag nagyon örülök, hogy megcsináltam, akkor nézzük meg együtt, hogy hogyan. Engedélyezem a dobást.
gratulálni az első ejtőnyös ugrásod végrehajtásához. És egy csekély kerendékot szeretnénk átnyújtani a csapat nevében. Ó, köszönöm szépen, egy dedikált fotó összeállítás. Hát nagyon szépen köszönöm mind a hármatoknak, és további sportsikereket kívánunk. Köszönjük szépen Magyarország legjobb ejtőernyőseinek, Asztalos Istvánnak, Varga Tamásnak és Bánszki Tamásnak. Mi azonnal folytatjuk. Jöjjön el a Sóder stúdióba, és élvezze a poénokat az első sorokból. Jegyek kaphatók a Ticket Express jegyirodákban. Hölgyeim és uraim, a Sóder színpadán Bodnár Gizella, azaz Repülős Gizi! Keli csókolom! Tessék parancsolni! Isten hozta mi nálunk? Hát nem éppen az Isten, de... No, hát pedig tulajdonképpen vallásos nevelésben tetszett részesülni annak idején, sőt mondhatnám egy jó polgári nevelésben, Kassán. Kassán, hát tulajdonképpen Kassán csak tanultam a diakoniszáknál. Miskolcon nevelkedtem, Lila Freden, ott volt tulajdonképpen. Csináljunk egy kis leltárt. Hány esztendőt tetszett eddig börtönbe tölteni? Megmondom. Nem annyit, amennyit firkáltak. Nem. Hiába voltam nagy bűnözőnek számítva. Mindig olyan kicsi volt az ügyem, hogy engem mindig elengedtek kegyelemmel. Az egyik legsúlyosabb büntetést azt a pécsi időszakban tetszett kapni, igen, ahol a forradalom nagyon jól jött. Ott ezzel hány évet sikerült megspórolni? Olyan törvények voltak, hogy aki aranyat lopott, vagy bárhogy szerzett, mi az, hogy lopott? Birtokolt! Kötelessége volt az államnak felajánlani. Hát nem tarthattál otthon aranyat. De hát Gizi néni tulajdonképpen az állam jól tudta volna használni, mert azért úgy érzem, elég sikeresen felderítette a lappangó aranykészleteket. Hát és őt volt olyan, hogy a károsultam is mellém ült, mint vádlott. Mondtam, hát én csodálkozom, én még három napig se tartottam, és vádat emeletisztelt, hogy akinek közlönye sincs. De a paragrafusokat jól tetszett ismerni. És akkor kaptam először 6 év, 6 hónapot, de ez fel volt függesztve 3 évre. Uh-huh. Ha nem csinál valaki valamit. Igen, na, de aztán meg tetszett csúszni. Csináltam, igen. Igen? És akkor összejött. És akkor az Isten megint velem volt. Lássam, mindig az Isten, azért nem hiába imádkoztam diákkoromban. Ha jött a forradalom, és... És egyszerűen kiengedtek. Az volt a szerencsém, hogy Balogné voltam. Első ABC szerint ugye AAB, és az első 30-al kiengedtek, stop, bejöttek az oroszok. És a többi ott maradt. Végül is összesen mennyi időt tetszett börtönbe tölteni? Összesen kiszámolt 16 év, 5 hónapot. Na de 81 éves vagyok, akkor még volt 60 évem, amit élhettem, nem? Most mennyit tetszett ülni? Most, Fábri úr, most 10 hónapon volt, 5 évvel ezelőtt felbontott új perfelvételi ügyemet, most lett jogerős, ugyanis volt egy olyan ügyem, megloptam egy rendőrkapitányt. Na most, nem volt kiírva, hogy rendőr, csak az, hogy vigyázzuk a szakát. Hát ha miért nem írja ki, ha annyira fél? Na mostan elkaptak, 400 000 forint ügy, gondolja bele, 400 000, amikor milliókért adnak 3 évet, nekem adtak 3 év fegyházat. Na most én írtam az ELTE Tudományegyetemben, mert nem volt ügyvédem. Ott jó, megnéztek az iratokat, azt mondták, szabálytalan. Ahol nincs ügyvéd, ott Petrocellik nincsenek nálunk. Hát melyek voltak mondjuk a... Mert nem szerettem őket. Ez nem lehet. Tehát börtönőrök kell a börtönbe, hogy tetszett kijönni? Hát Egyáltalában Magyarországon azt hiszem minden házban tetszett lenni. Nem. Hát mik voltak a fő állomás helyek? Kalocsa. Mária Nostra. Nem. Az már akkor nem volt, az már igen, Kalocsa, hát az híres női börtön Mékút, volt. Az mostanában. Mékút, az új és dolog. És Pécsen. Egy verset is tetszett valakinek gépelni, az hogy volt? Volt a Báró Iván Csóné, akinek az édesapja legutolsó földművelési miniszter volt a hazánkban, és
És akkor nekem szabad járásom volt, és lementem, ő, hogy mondtam, gépedd már le nekem a Vion-t, mert nem tudom minden szakasz. Jó van, mindjárt mondja. Éppen két napulva kész volt, gyere le, most kész van. Veszem át a legépet, és belép a parancsnok. Adja ide! Hát tessék! Azt kiírta, azt mondtam, francia a Vion. Azt jó, keresse meg eltást, azt mondja. Ráparancsolt a főparancsnok, keresse elő a Vion nevű elítéltet. Hát keresték. Két nap múlva idehív, odahív, azt mondja, maga nekem hazudott. Én nem. Azt mondja, azt mondta a francia, vagy Vion írta ezt. Mondom, az írta. Azt mondja, és nem találjuk sehol. Hát mondom, Franciaországban már 400 éve meghalt. Szóval ilyen dolgok voltak, és ebből sok mindent megállapított az ember. Hát, külföldön hány helyen tetszett? Hát így börtönben lenni. Hát voltam Párizsban, voltam Bernbe. És akkor az a tengerparton esett, amikor egy bálba készülő párhoz betetszett surranni? Az Magyarország. Az Magyarországon volt, de az hogy volt? Hát Pasaréten talán vagy. Igen, bementem egy nagyházba, és hátul a fő, mindig a másik kijáraton előtt egy szekrény volt. Tehát láttam, hogy jönnek be, nem mertem kimenni. Mit csináljak? Ilyen nagy hófehér, ilyen dupla ágy volt, és alábújtam. És késő volt már. Hát bejöttek a szobába, és hát lefeküdtek, csevegtek, szerelmeskedtek. Fölöttem az ágyon, ugye? És én alig vártam, hogy elaludjanak, és lassan kiaraszoltam, és kimentem éjfél fele. Hát odáig szeretkeztek, vagy mit csináltam. Hát, mi lett az ékszerekkel? Az egyet-egyet el tetszett passzolni, nem? Nem, soha. Nem. Én nem tudtam eladni félt, hanem én eldugtam a felszettem azt a lécet a parkettól, és valahogy eltűnt. Hazavitte. És akkor és kezdtem az... gyanakodni a férjemre. Igen. Hoppá! Hoppá! Honnan jött ez a név, hogy repülős Gizi? Hát ez egy hülyeség. Képzelni, soha, de soha nem ültem repülőn. Nem. Bekerültem a rendőrségre, és volt először életemben, és akkor volt nálam egy repülőjegy, amit férjem Szegedre utazott, a öccse temetésére, de lejárt lemez, vagy lejárt jegy volt, és az ő nevére szólt. Akkoriban volt olyan nagy bűnözők a rendőrségen, hogy Hekus Dönci, Sánta Dezső, és hát ugye irigykedett az az előadó, hogy na hát ő neki nincs ilyen nagy szereplője, és meglát ezt a repülőjegyet, de akkor legyen repülős Gizi. De az egészet úgy állították be, hogy repülős Gizi Pesten felül, elmegy különböző igen, vidéki városokba, kicsit körülnéz, megcsinál egy néhány. Egy 5-6 betörést, és akkor visszajön, és akkor hol van. Volt nyom, nincs nyom, kereshetnek. Képzelj el, hogy én autót nem tudtam megtanulni vezetni, mert biciklis úgy tanultam, ahol jöttem, mentem a biciklin, megtanultam. Jött egy paraszkocsi, leálltam, megvártam, míg elmegy, és úgy téviszonyom volt. Hát autót is megtanultam volna vezetni. De úgy, ha egyedül vagyok egy országúton. Mert elmenni, de hát még az angol királynőnek se építenek egy külön országutat, nem neked. Melyik volt az első, hát mondjam így, megcsúszás? Az hát még gyerekkor. Gyerekfejjel, ugye? Gyerek, volt igen. Ez a bizonyos zsebóra. Óvatosan levettem a dupla fedeles aranyórát lánccal. Hát ne, már a láncot ott hagyni, már macerás lett volna. Csörgött volna. Igen. És akkor szépen visszavittem az aranyórát, eldugtam. Hova tegyem, hova? A kutya ollalat ástam egy gödröt, és szépen oda beraktam. Majd egyszer édesapám nyúlólat akart építeni, mondta, hogy a kutya ollalat elveszi, és ott egy nagyobb nyúlólat. De nekem már ott volt egy csomó kis kincsem, nem csak az óra. Nagyapámnak volt, ő borász volt a püspöki uradalomban, és dolmánya, abban régen ilyen fényes gombos dolmányok, lakcsizma, így azt jártak a borászok. Azt lepagdostam, szépen eltettem, akkor hogy meglegyen. Kávét főzött az iskolába, a tanári kar, akkor a kiskanalakat hazahordtam, és ott gyűjtöttem. Mikor édesapám megtalált, hát egy hétig haza sem mentem szőlőkbe, pincékbe, itt-ott aludgattam. Ó, aha, ez volt az első. És akkor volt egy emlékezetes beszélgetésre Szent Györgyi Alberttel, ugye? Az hogy volt? Akkor már átestem egy agyhártya gyulladáson, csodával határos módon. Megmentettek, mert akkor még nem volt penicillin. Hogyne, hát most már könnyű esett, hajjajjaj. És akkor gyógyítgattak, kezeltek 2 évig. De iskolába is jártunk, mert nem
voltunk már betegek, csak gondozottak. Akkor volt a Nobel-díjas dr. Szent Györgyi Albert, ott akkor nyerte abba az években, és ő oda járt ki. És akkor ő mondott egy nagyon érdekes mondatot. Azt mondta a szüleimnek, vigyázzanak rá. Meggyógyultam ugyan, de pszichológushoz esetleg idegosztára néha vigyenek be, mert vagy zseniális tudós, vagy zseniális bűnöző lesz belőlem, mert olyan a fantáziám, és olyan a elképzeléseim vannak, ami a kettő felé vezethet. Vagy jobbra, vagy balra. És se egyik nem lettem, se másik. Ön a későbbiekben soha nem hivatkozott arra, hogy tulajdonképpen ez egy betegség? Dehogy nem. Hát a dr. Szent Györgyi vagy a Balassa professzor, akkor a dr. Kelemen professzor kézenfogva vittek oda a bíróság elé. Uh-huh. És kérem, ez beteg volt, ez a... Uh-huh. Azt mondta a munkásbíróság, ahol 5-6-an, hogy az őrültek is betegek mégis rács mögött vannak. De azért ez nem volt teljesen kommunista találmány, mert önt már a háború előtt is elítélték, nem? Vagy akkor még nem? Soha nem. Például azt mondja egy soproni rendőrtiszt, hogy én 48-ban ott voltam, és én még fel is kértem őt szerelembe, ilyen hülyeséget. Hát én kérek olyan, hát szép lány voltam, csinos lány voltam, hát én kérek fel egy 20 éves, és képzelj el, egy 20 éves kis nyomozó volt. Uh-huh. Most úgy néz ki, mint egy nyomorék, nem mutatta a fényképét. Uh-huh. Hát még most se szeretnék benne. Két dolog érdekelne, hogy most hogy tetszik lakni, milyen keretek között nél vagy? Én a gyerekeimnél vagyok bejelentve, itt Pesten. Ajaj, így mindig így kettődik. Most de már tessék ott lakni, ahol be van jelentve, jó? Mindig ott laktam, ahol be voltam jelentve. Igen. Jó, és akkor most hova tetszik menni majd? Majd vidéken fogok lakni, Tápióczekcsön. Párfogásában vett egy jóboldú hölgy, akinek több háza áll üresen, és az egyiket nekem bútorozott a életem végéig odaadja. Ó, és honnan tetszik ismerni? Na jó, hát szóval ez érdekes. Tudja, nagyon sok úrinő van a börtönben, én vagyok a zsivány egyedül. Értem. És azok... No, hát akkor ez így nagyszerű lesz. Annyit még, hogy végül is hány gyermeke van, hány unokája és hány dédunokája? Van 3 gyerekem, egyik szegény, meghalt, nyugodjon. És van 3 unokám és 7 dédunokám. 7 dédunokája. Igen, szóval egész délután tartunk. Hát jó egészséget kívánunk, és nagyon szépen köszönjük, hogy el tetszett jönni. Hát nagyon élveztük a beszámolót. Most egy kis reklám következik, mi pedig folytatjuk a Magna Cum Laude-val és a Vidéki Sanzonnal. Az Esti Sóder azonnal jön a fináléval, itt az RTL Klubon. Hölgyeim és uraim, néhány nappal új albumuk megjelenése előtt a Sóder zenei színpadán élőben a Magna Cum Laude. Világ fordít neked hátra, s a kutat el.
Köszönjük szépen, ez volt a Magnacum Laude. Köszönöm vendégeimnek, Andy Vajnának, aki a saját divat bemutatójára sietett, Balogh Gizellának, azaz Repülős Gizinak, Gizinek, Bászki Tamásnak, Asztalos Istvánnak és Varga Tamásnak, hogy amit mondani szoktuk, jelenlétükkel emelték a mai estét önöknek. Köszönöm, hogy a mai estét velünk töltötték. Igen, remélem, hogy nem döntöttek rosszul. Találkozunk 2 hét múlva, ugyanitt, ugyanebben az időben, ugyanezen a csatornán. Most aludjanak jól, álmodjanak szépeket, ezeket a paplan fölé, éljenek a csajok. Továbbra se igen, a kocsaknak gyümölcslenek, és ne felejtjék, hogy Beethoven a zene Mozartja. Köszönjük szépen! Hölgyeim és uraim! Önök Magyarország legnézettebb showműsora, az Esti Showder 183. adását látták. Köszönjük, hogy ismét minket választottak. Jó éjszakát kívánok! Stábunk és meghívott vendégeink utazásainál a kényelmet a Mandarina Duck táskái biztosították. Ruházati partnerünk a Retro Jeans. Hiszünk benne. Együttműködő partnerünk a Spa Harmony szépségszalon. A műsor és vendégeinek biztonságáról az Őrmester távfelügyeleti szolgálat gondoskodik. Kommunikációs partnerünk a HD Group kommunikációs ügynökség. Munkatársaink a Taxi 2000-rel utaznak. A műsor széles sávú internet kapcsolatát a TV-net biztosítja. A műsor média támogatója a Metro Hírújság.